Új társasházi lakások épülnek Nyíregyházán, főként a belvárosban kelendőek az új építésű ingatlanok. Nem ritka az sem, hogy a tervező tervezőasztalról már elkelnek az új belvárosi lakások. Az értékesítő hálózatok azt tapasztalják, akik igénybe veszik a csokkot és az államilag támogatott hiteleket, keresik az új ingatlanokat. A lakásárok folyamatosan felfelé tartanak, ezt is megerősítette 35 perc című műsorunkban az egyik piacvezető értékesítő hálózat szakembere. Az Az újépítési ingatlanok drágulásának nagyon sok minden áll a hátterében. Erről ti is beszéltetek, minden híradás erről szól, hogy mennyire drágák ezek, ezek az újépítési ingatlanok most. Ugyanaz se 320-340 ezer forintról beszélünk négyzetméterenként. Az, hogy ezek drágulnak, az visszavezethető arra, hogy Kevés az a munkavállaló, aki aki valóban szakképesített és el tudja végezni azokat a feladatokat, amikre, erre szükség, vagy amikre itt szükség van. De visszavezethető egészen addig, hogy a nyersanyagok hogyan drágulnak, hogy például a, a betonacél vagy egyes kőolaj termékek, amikből bizonyos szigetelőanyagok készülnek, azoknak az ára is emelkedik. Így emelkedik az új építési ingatlanoknak az ára is folyamatosan. Most az elemzők is kétféle megközelítéssel élnek. Az egyik az az, hogy amikor 2019-ben megszűnik ez az 5%-os áfa kedvezmény, akkor várható-e ár csökkenés vagy stagnálás egyáltalán, vagy csökkenés, vagy pedig további keresletnövekedés várható, ezt sajnos még mi sem tudjuk. Az elmúlt egy évben országosan több mint 19.800 új lakás építésére adta ki engedét, minden második több lakásos társasházi beruházás. Az építőiparban fellépő munkaerőhiány és a megnövekedett anyaköltségek miatt csúszhatnak a kivitelezések. Az egy-egy negyed év vagy egy-egy hónapos csúszást is érdemes úgy szem előtt tartani, hogy ennek is lehet hatása az árak változására. Tehát most új építésű ingatlannal is két irányba megyünk. Van olyan, amikor bizony csökkennek a négyzetméter árak, és van, amikor még mindig emelkednek. Uh -huh. Ugye csökkenni akkor tud például egy ingatlannak a négyzetméter ára, amikor nagyon szükség van arra, hogy pénzhez jusson a befektető, vagy szeretné minél hamarabb értékesíteni a még nem eladott ingatlanokat. Árnövekedésre pedig akkor van drasztikusan lehetőség vagy példa. Tehát amikor nem, nem csak maga a piaci folyamat emeli az árakat, hanem, hanem közben szól mondjuk egy befektető, az akkor fordul elő, amikor már eladott majdnem minden ingatlant, például egy, egy új építésű háztömbben, és a maradékot már mindegy, hogy mikor értékesíti, szeretne több árat kapni, ért, vagy magasabb árat kapni. Ért. Egyébként a lakáseladások száma tizedével növekedett az elmúlt évhez képest, és mind az új, mind pedig a használt ingatlanokat is folyamatosan emelkedő árakon értékesítik.